amikor van egy, van egy mérnöki diplomád, egy szakirányú mérnöki diplomád, akkor tudsz szakmérnök lenni valamiből. Én a, én a tribológiát választottam, ami tulajdonképpen... Én is azt választottam volna. Annyira adja magát. Ez, ez ilyen hülye szó, hát kül... Kenés technika. kenés technika. Na, hát ez nagyon jól megy bizonyos állami intézményekben. Zsolti az olajokról magyaráz, akkor, akkor azt azért Mondja már, mert ő ért hozzá. Mert ő tribológus. Igen, Igen de másrészt meg ugye, te is viccelsz a kenéstechnikával, mindenki szokott ezzel vicc. Én a belső égésű motorok kenése. Az én szakterületem. Én is pont arra gondoltam. <laughs> belső és, és külső égésű. <laughs> de van más kenés is, vannak csapágykenések, ami nem a belső égésű motorról ez egyértelmű egy egyébként. <laughs> Azt csak a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy... Azt szeretném kérni erről a témáról, lépjünk le... <laughs> Igen, meg télen a szánkóta, a síléc a, siléc a, a siléc az Na, ez... Például az is kenés technika, de semmi köze nincs ahhoz, amit... De nem, nem a közúti, a, a síléc hát, nem közúti. Nem ATF 2-es töltöző, vagy Dextron 2-es a, 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 a külsőgésű az külsőgésű zárt pályás kenés És van külső motor is, is, vigyázz. A, a Stirling motor. Ez... Csak érted, csak hogy belevigyük a sűrűbe. Hát meg a gőzgép, az külső Én láttam egy BMW-t is egyszer egy mólkúton kiégve. Az is határozottan úgy tűnt, egy külső motor volt, mert csak a karosszéria nem <laughs> csak... Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja a Kapod. Mai két jó barátom, Pályi István és Göbölyös Zsolt a spitzontól. Kettőjük barátsága, egy a barátság. Akkor most hogy kell itt viselkedni, mert mégis egy ekkora ember azért... Ekkor e, miről beszélünk? Hív, most, miről íz, beszélünk? Hát azért, na. most úgy csinálunk, mintha nem beszéltük volna meg, másfél órája itt vagyunk, lépésről lépésre átbeszéltük az egészet, hogy mi Ilyen, lesz, de mit fogsz válaszolni. Volt itt egy kis veszekedés is, hogy én ezt nem mondom, de, 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 az kell. Ez... Igen, ja is igen, tud... igen, ez így volt kiosztottuk a szerepeket, egy a 40. percben Jó. megsértődik, hey, kimegyek, visszahívnak, váltakozó szerencsével birkózunk. Igen, ugrott a gázsi, nincs is, mindegy egy. Igen, kis dulakodás közben Zsolti megszabadul a pólójától. És a a fogát. minden lesz. Szükségül. Az. Csak, csak, dráma kell az ember. Igen. Csak kattintás legyen, meg kell egy nagyon hatásvadász cím. Nem hiszed el. Mi történt a stúdióban? Nem hiszem, igen, ja. igen. Egyébként én annyiszor beszoptam, hogy el nem hiszem. De akkor is belekattint. Nem nem nem, 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 gyengék vagytok, gyengék vagytok. Én, én az ilyenbe biztos, hogy nem kattintok bele. Biztos, akármi van. Jó, de levette a bugyját, hirtelen, most itt csak. Ez. Látok majd más olyat. Ebben, ilyen címben nem, katt, nem kattintok Annyira lementünk kutyába. Igen. Ne, nem, 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 ez a, ez a tragédia Schumacher családban. Na, mondom, az meghalt az öreg, vagy valami. Belekattintottam, hát a lányának a lova. Figyelj, azt hittem, hogy a holdig tudtam volna rúgni azt, aki ezt így leírtat, és... Oh, oh. és... Még a ló is. De ezt, ezt rengetegszer beszoptam, hogy el nem hiszed, hogy ennek a lánynak mi van az óra alatt, és Igen. A szája. <laughs> Igen, de, Hó, de Mert gyarlók vagyunk, basszus. És... Is. Igen, de nem tudom azt mondani, tehát, hogy, hogy el nem hiszed, nem tudom ők azt mondani, hogy, el nem nem tudom, hogy el hiszed, de. Elhiszem, mert tényleg nem hiszem el, és akkor és azt nem hiszem el, hogy nem hittem el. De, de hogy látod, és az a baj, hogy egyre, egyre többi eljön szembe. Ha megnézed, azért régen is volt, de most már mindenki bulvár címeket használ. Még a komoly portálok is, hogy, és főleg most, hogy ugye van egy háború a közelbe, ú, a csodafegyver Bachmutnál, a izé, az mit, 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 raktak össze? Igen, ez? mert a, a, heti tákolás verseny nyertese. És ezzel értem, a lépéssel behúzhatják az oroszokat a csőbe. Ö, igen, mert, oh. mert, a, mert a Cikk értékmérője a kattintás. Igen, nem a minősége. És, és, nincs, nincs olyan főszerkesztő, vagy bárki, aki azt mondja, hogy na no, srácok, ez így nem menjen ki. Hanem ő is azt mondja, ha oh, ez jó lesz, ebbe belekattintanak. És ez várjál, a legdurvább, hogy, hogy most direkt nem mondok portál nevet, vannak olyan barátaink, akik régi kollégáink, és azért álltak fel onnan, ahonnan felálltak, mert ki volt adva direktívában, hogy chat GPT-vel írunk mostantó cikkeket. És ez így van. És azt mondták, hogy nem. És pontosan meg tudnám nevezni, hogy melyik nagy portálnak a 20-30 százaléka a cikke, ez ChatGPT. Úristen. Aha. De pont ettől rettegtünk, hogy na majd mi lesz, ha a cikkek is úgy És már, és már, és ez ó. valid. Na jó, de te például el tudnád képzelni magadról, mert most azért fejlesztjük a robotokat, meg a gépeket, meg nem tudom, hogy ne kelljen dolgoznunk, hogy majd a gépek dolgoznak helyettünk. Ez, ez egy disztopikus jövő. El ezért. tudnád képzelni magadról, hogy nem, nem csinálod azt, amit most csinálsz? Nem, 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 nem tudnám. Hát én ezt szeretem csinálni. Most, e hát, hát, ez az. hát ez az. De addig jó, amíg az emberek rád kíváncsiak, mert beleadod azt, ami te vagy, meg a véleményedet. É. És akármennyire is megosztja a nézőket, az érzelmeket, belerakod az érzelmeket. Tehát te a chatrobot nem tudja belerakni, vagy akárminek nevezzük, nem tudja belerakni. És tehát azt mondom, hogy ez lehet, hogy jó autó, lehet, hogy tetszik valakinek, de szerintem nem jó. És akkor már generálja ezt a helyzet. Most ezt én így mondom, hogy ez egy egész jó autó, de, Pista meg hogy ez egy szar. Nem, De... nem, Pisti úgy mondaná, hogy ez egy szár. Ez egy szár, igen. 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 Szóval Pisti egyelőre még te kell lesz, osz, hogy el tud mondani, hogy ez a targatetős volt az alapja annak az autónak. Így, Sokszor mondják, a, a sőt engem is néha felszoktak hívni, akik annyira nem, hogy normál esetben is így beszél a Pista? Mondom, mi, mit értesz az alatt, hogy normál eset? Hát, hogyha nem szerepel. Mondom, de mire gondol? Hát, hogy ez a furcsa kiejtés. Oh, mondom, megint hmm. témánál vagyunk, megérkeztünk, tudod? Nekem, én annyira megszoktam, mert... Ez hát menj Szegedre, menj el Debrecenbe, hajdúságba, hát, ezek meg se értenék, hogy ott mit mondanak. De, de menj hogy... Erdélybe. Igen. Júja, vagy, hát azt én is, azért, hogy van a kaszagépes mondat? <laughs> Megomlott a kaszagép, elfogyott a relantin. A, remorkára fel kellett rakni. Ja, ez a, az azt jelenti, hogy a, a elment az alapjárat. tehát elromlott el a kaszagép, elfogyott a relantid. Fú, elég is volt de azt a, úgy megveszél bele, hogy lavor, lavorot hoztál, hogy megadta, hogy beleid, ezt hazavigyed. Solodé. csak <suk> <suk> csak pislogok. De ezek zseniális dolgok. Hát ettől szép a magyar nyelv, hogy... hogy ez az ember úgy gondolja, hogy úgy zajlik egy ilyen speedzone felvétel, hogy állott a Pisti, nagy gyerekek, Álljunk össze, jó? Forgnak a kamerák, jó? Akkor tessék. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a speedza szóval, szóval De ez, De, ez a jó benne, hogy eleve úgy, úgy ha, ha úgy találod ki magad, hogy nem kell alakoskodnod, mert ilyen vagy. Amúgy mennyit erhet leveszel a válladról? Már nem hát kell. Rengeteg. Rengeteget. Ez vagyok, ez ilyen. Ezt kell szeretni, nem szereted, akkor nem szereted. Igen. És... Viszont onnantól kezdve korlátlan mennyiségben tudod ontani, hiszen csak. De nagyon sokan csordokat. belefutnak ebbe a pofonba, nézd meg a mai média szereplők közül, hogy kialakítanak magukról egy képet, aminek akkor is meg kell felelni, hogyha semmi ködvön nincs hozzá, és akkor jön a csalódás, hogy mekkora gyöker volt a boltba, azt mondta, hogy üző. Igen. És ebbe sokan belefutnak. Hát nálunk is stand-upnál stand már látni, hogy valaki elindul a pályáján, hogy figurát választ, vagy tehát azon dolgozik, hogy egy figurába helyezze magát, vagy azon, hogy minél inkább önmagad tudjon lenni, és a figura az, az akkora zsákutca, mert. Hogy akkor abban három, beleragadsz? Három-négy ilyen beleragadsz? De ezt el sem lenne. tudom képzelni, hogy az hogy lehet csinálni. Tehát az, az, az egy ilyen állandó koncentrálást igényel, az Csak, folyamatosan és fárasztó is. Igen. Mert az, annak kell lenned a boltba, annak kell az utcán, annak kell lenni a Balatonban, amikor megszólítanak, hogy ó, te vagy az a faszom a gecibő. Volt ilyen. Megyek be a két gyerekkel a kezem, fogom a kezüket. Vinkler, nem! Meg megyek, mondom, ne haragudj, én épp a gyerekekkel ezek, az és, és ott, ott, is annak kell lenned, hogyha te szerepet Aha. játszol, abba belefáradsz. Nem lehet. Nekem múltkor azt mondta a biztonsági a praktikerbe, de már, már amikor az a izében a, a, a kasszánál pakoltam a dolgokat, már akkor láttam, hogy ó, az ez engem nézi. Tudod, látványosan raktam minden belasz, hogy a véletlenül Lassan, se gondol, hogy bármi ez... zsebre megy, vagy valami. Snitzert lopott a humorista. Igen. Csak néz, csak néz, túljutok a izén, a kapun is nem sípak, hogy jó van. És még mindig néz. És így néz a csávó, azt mondja, művész úr. Eddig jó. Nevekben nem vagyok jó. De, de legalább őszinte. Legalább őszinte. Úgyhogy, úgyhogy, hát ilyen van, ezzel együtt kell élnünk. Egy jó. Úgyhogy, közben én bele Hidratálja nyugodtan. szponzor? De hogy szponzor? Szeretettel ezt... várjuk a Teodóra Ásványvíz támogatását <laughs> ebbe a remek kis podcast. -ben. Igen, vagy bármilyen Teodóra nevű. Igen, <laughs> 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 vagy bármilyen. Hallgatókat, akiket még ezer méter méről. jó, hogy te ezt csinálod, ez jó. Kellenek De... az ilyen beszélgetős dolgok. Sok a szemét nagyon. Mindenkinek megvan a nézője, hogy szoktak tudod, a, uh -huh. a, zsák meg a foltja, vagy ahogy a németek mondják, a fazék meg a fedő. Fazék meg a fedő. A németek fedő... furcsa humoruk van. <gül> az <gül> hogy, hogy van németül? Nem tudom, nem tudok németül, csak német német a csajom, és ő, ő szokott tükörbe fordítani a meg a Igen, <haz> így, hogy, is, hogy is van az a, 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 a halott kerítése, vagy valami... Nem. Itt még uh, halottként se szeretnék átlógni a kerítésen. Igen, és egy belegondolsz, ez egy jó mondás, biztos érde, van értelme. De... Van egy ilyen német ilyen, Van Még halottként ez... se szeretnék lógni a kerítésen. Átlógni a kerítésen. Úristen. Mert az... ami nálunk van, ezek, hogy, a, hogy a, az oroszlán sírva enné meg olyan a, csúnya, az... meg bottas a piszkállan, meg ezt nem tudom, hogy ők mit szólnak. van ilyen, hogy ha valaki ilyen inkompatibilis a társadalommal, akkor azt mondják, hogy deszka van a fejére csavarozva. Tudod, hogy nagyon Aha. széles, nem tud senki Aha. seggébe belebújni. Ó, ez nálunk magyaroknál egy nagyon nagy akadály lenne. Nagyon nagy handicap lenne. Egy se férsz bele. Ne, szóval jó, jó ez, jó ez. De hát nagy, nagy a, nagy a záj meg sok a szemét, és a Covid alatt ugye még több lett, mert mindenki otthonról tolta Igen. a, a, a meg úgy gondolta, hogy ő belevág ebbe. És mindenki jobban tudja, hogy mit kéne csinálni. De erre van egy nagyon jó mondás, Varga Cigán, Zoli Ralli, legenda barátom mondás, mindig azt tudja, hogyan kell elfordulni a kanyárba, aki a kanyár szélén áll. Aki a áll. Mindig, oh. mindig azt mondja meg. És ez, oh. Ó, de jó. De hát ezt te is tudod. Hát figyelj, persze. Hát te is megkapod. Persze, hát ez, amit mi Ez csinálunk, nem volt vicces, jó. Az igen. Őtől is <té> Gyere, Ajna. csináld, de nem tilos. Gyere, igen. Mint a festőknél, hogy mi 22 vonalat a vászóra, azt én is tudnám. Hát miért nem csináld? Most akkor ti árverezni kell 20 jól igen. Jól kezelitek egyébként a kommenteket? Alkalmas, így, de nem mindig. Adott esetben. <té> <té> szelektíven néznek, ugyanúgy, ahogy szelektíven olvasnak az emberek. Uh -huh. Ő azt azt olvassa ki belőle, azt nézi ki belőle, ami már neki megvan a fejébe, és erre ráerősít. Apró kötőszavakra nem figyelnek oda. Hát, szinte, a majdnem, vagy szinte ugyanaz, mint a hogy lenne ma ugyanaz, mondom, szinte ugyanaz. Érted, nem figyelnek oda arra, amit néznek, mert olyan gyorsan fogyasztjuk a tartalmat, hogy úgy érezzük, hogy ha nem eszünk meg naponta négy órányi videót, meg 65 uh -huh. index cikket, akkor megőrülünk, mert elmegy a világ mellettünk. Ugye uh -huh. fasz, uh -huh. nem megy el. De én nekem azt mondta egyszer egy adiktológus, hogy a, a kommentelés az olyan, mint a pornónézés, hogy tulajdonképpen le tudod tárgyiasítani a másikat. Tehát, hogy mint ahogy egy pornónál azt képzeled arról a, az ellentétes neműről, hogy ő csak egy darab rongy, és én uralom most a helyzetet azzal, hogy nézem, és előreteked, és hát, hogy kommentnél is ugyanígy, te van föntről le tudod uralni, és le tudod tárgyasítani azt a felkészítést. De basszus, van, van benne valami, tényleg. Úgyhogy mind cafkák vagyunk, akiknek komolyan. Na média vagyunk mindnyájan tulajdonképpen, igen. De hát mi, minek ment oda? Szóval mi nem vállaltuk ezt? A, vagy minek engedélyezi a kommentelést a videó alatt? Ne gondold azt, hogy egy ilyen 5 perces vitát tudunk csinálni, ezzel aki így beír, hogy mekkora ő vagy, nem is autós újságíró, aki ilyen, aki ezt azért. Mondjuk én erre rögtön azt szoktam, nem is vagyok autós újságíró, sose voltam, és volt, nem is leszek. <laughs> Tehát de mind, így, mi, volt -e eredet? Miért <clears throat> nekem vagy, ugye Zsolt? Ja, ja, én járműgépész vagyok. Járműgépész vagyok. Miért hozzá? Magyarul autószakért. <laughs> hát... Magyar <Olaugtól> <gül> <gül> nem? hát minden, minden más jármű, tehát hogy bármilyen jár, tehát hogy tanultatok repülőt. Nem, nem, nem. Közúti, 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 közúti járművek. Tehát hát a repülő van, ó, hogy néha leszel közútra. <laughs> akkor még úgy volt, hogy volt különböző szakirány, volt a vasút, közút, meg építőgépész, meg útépítő, meg mit tudom én, ilyen, tehát <laughs> Mi a közút? És a tribológia? Közút. Hát a, a, szakmérnöki. egy ilyen ős, ős nem, jözel. nem, 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 nem. Én is így nem, így trilobitákkal foglalkozik. Hallgat. Ugye, amikor van egy mérnöki diplomád, egy szakirányú mérnöki diplomád, akkor tudsz szakmérnök lenni valamiből. Én a, én a tribológiát választottam, ami tulajdonképpen... Én is azt választottam volna. Annyira adja magát. Ez, ez ilyen hülye szó, hát kül... Kenés technika. Kenés technika. Na, hát ez nagyon jól megy bizonyos állami intézményekben. Zsolti, az olajokról magyaráz, akkor, akkor azt azért Mondja már, mert ő ért hozzá. Mert ő tribológus. Igen, Igen de másrészt meg ugye, te is viccelsz a kenés technikával, mindenki szokott ezzel vicc. Én a belső égésű motorok kenése. Az én szakterületem. Én is pont arra gondoltam. <laughs> belső és, és külső égésű. <laughs> de van más kenés is, vannak csapágykenések, ami nem a belső égésű motorok. De ez egyértelmű egyébként. Ha csak a hallgató kedvér mondjuk el, hogy... Azt szeretném kérni, erről a témáról lépjünk le. <laughs> Igen, meg télen a szánkóta, a vaxol, A Például az is kenés de semmi köze nincs ahhoz, amit... De nem közúti, a síléc nem közúti. Nem ATF 2-est de vagy Dextron 2-es se de zárt kenés És van külső égésű motor is, vigyáztam. Igen, csak hogy ne legyen ennyire... A Stirling motor, csak érted, csak hogy belevigyük a sűrűbe. Hát meg a gőzgép, az külső égésű. Én láttam egy BMW-t is egyszer egy múlkúton kiégve, az is határozottan úgy tűnt, hogy egy motor volt, mert csak a karosszéria volt Én már. Nem csak piktúra, hanem szentencia is legyen ebben oh. a műsorban. Ugye a külső égeső azt jelenti, ahol az égés és a munkavégzés külön, külön helyen van. Külön helyen van. Igen. Na, ez pont az <laughs> Ezért a gőzgép ég az a kazán, de a munkavégzés a munkahengerben van. Tehát ezt csak azoknak mondom, akik azt hitték, hogy a külső... Ez, volt a, az... ez volt a műsorunk szentenciája, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Már <sírt> tanultunk <sírt> oh, valamit. Ellen, de messzire mentünk. <sírt> de, de <veszire> mentünk. <sírt> de, de vagyok. Tanár is vagyok, tanári diplomám is, Tényleg majdnem tanított. lett. Ne, pont ez az, hogy nem tanítottam, mert ahhoz, hogy megkapja az ember... De hát korepetálni jártak hozzád. Ilyen ta, hát persze, de az nem, tehát nem nem vagyok tanár, ha a diplomát nézzük, mert nincs a kezemben a diploma. Csak mindent megcsináltam hozzá, csak mikor próba, tanítás kellett volna akkor éppen szerelmes lettem, vagy vettem egy autót, most ezt nem tudom, mert az mind a, a kettő, kettő, kettő benne volt. A Hány olyan ember találkodik ebben az országban, akinek nincsen diplomája? Sok. Itt mindenki talál. Igen, ja. igen. De ez. ez milyen tanár vagy bátya? Az életiskolája. Az. Ú, Facebook. Az életiskolája. Facebook, igen, az életiskolája. Az isten. Igen, igen, igen. De ez milyen érdekes, hogy Vacerem hogy vettél egy autót, hogy tényleg ez, ez mennyire érzelmi alapon történik, ez az autózás, és a ti sikeretek is szerintem abban van. Hát, hogy ja. így süt rólatok az, hogy fülig szerelmesek vagytok ebbe az egészbe. Hát figyelj, ha -ha -ha hazabeszélsz, beszélsz, mert, mert van még, van még az emlékszetesed. Megvan. Na, ez, amikor fölhívtalak e, a podcast miatt, ez volt az első, így köszönés helyett. Na mi van, ez jelmázd az olaját? <laughs> így, így, így kezdte Hát mert piti, miért egy nyolcos? Eh, na, hát tudja. Nem, mx -E 5, -E -5. -E -5 de... 2006-os. Hordósra e tud kopni a henger, hengerfal, és akkor ma megvan a Lalima ismeri azt a gyűrű kombinációt, amivel, amivel de meg lehet gyűrűzni. Egy nyolcosok problémásabbak, Azó. mint az egy uh hat. -huh. Nem ez 2000-es, 2000-es 2000 Sperdif is. ZCD, Igen, az. és most éppen nem az olajat teszi, hanem a rükvercet nem veszi be, úgyhogy beálltam bele óral a garázsba, és most várom a <laughs> <laughs> Egy váltójavítót tudok javasolni. De javasolja javasoljál, lesz majd, igen, ez majd adásunk kívül De egyébként mind. az érzelmi dolog, ez tök érdekes, mert egyszer olvastam egy értekezést, nem a utolsó újságba, a hiba statisztikákról hogy azoknak az autóknak a hiba statisztikája sokkal jobb képet mutat, mint amilyenek valójában, ahol a tulajdonosok érzelmileg jobban ragaszkodnak az autóhoz. Hát a autóhoz. feleségednek is mennyi mindent elnézel, vagy a csajodnak? Majdnem ez, de az, hogy például, ha van egy, mondjuk, mondjuk egy mx vagy már említsünk, mondjuk egy Alfa Romeo-t. Valószínűleg te Jobban értesz az autóhoz, mint az átlagfelhasználó. Mm. Ha jobban értesz hozzá, akkor nem hívott ki az ADAC-t vagy a segészog bárkit azért, mert lemerült az ax. Tehát ő tudja, hogy lemerült, megbikázza a haverról, van neki másik aksia, stb. Ugyanez van, és így kiemeltek márkákat, hogy azoknál a hiba statisztika még egy picit rosszabb, mint ami, mint ami megjelenik, mert mm -hmm. kevésbé hívják. De ha van egy van egy ilyen semleges autó. Konkrétan a Toyota Corolla volt ebbe kiemelve szerintem. Hogy ott nem, nem erről beszélsz? Hogy zörgött egy kicsit a fűtőventilátor, azzal már te a Facebookot, hogy... De ez tök érdekes, mert én erre szoktam azt mondani, hogy amikor egy értékesítő rábeszél valakire autót, akkor ő valószínűleg nagyobb esélye lesz egy elégedetlen ügyfél, uh -huh. Mert nem ő választotta ki, hanem ő rá rábeszéltek, és akkor kezdődik, hogy, hogy ő mintha hallana onnan Nagyon előről lesz. valamit, meg, mint hogyha ez nikorogna, de nem most, csak minden negyediknél, de most nem tudja a negyedik lecsukást csinálni, csak a harmadikat, oh. ezért nem tudja meg most. És most nem csinálja, nem értem, miért csinálja. Itt makogni szokott és halszagot áraszt, de, de, de most pont nem csinálja. De ha te választod, érzelmileg kötődsz hozzá, akkor azt mondod, nyikorog, és akkor meg mi van? Ez nagyon, nagyon, nagyon furcsa dolog, meg nagyon érdekes, mert is rohadtul igaza van a zsoltnak, mert, mert folyamatosan szembesülünk azzal is, hogy ha, hogy rengetegen kérnek tanácsot, és úgy kérnek tanácsot, hogy sokszor utólag, hogy ő már megvette, de ő vár tőled egy igazolást, hogy ő jól döntött, mert itt, Aha. mert Magyarországon az autóhoz mindenki ért, és mindig az a legjobb, ami neki van. Ami lehet, hogy az ő inercia rendszerében lehet jó, mert pont meg hmm. tudta magának indokolni, de onnantól kezdve, ha valaki nem azt csinálja meg, nem úgy, ahogy ő, hát az hülye. Uh -huh. Hát hogy, ja, le, hogy nem mondhatod nem. már? Ja, és ez nagyon megvan, ez az önigazolás. Mert férfi ember értsen az autóhoz. Igen, én látom is, mert én nem, nem értek, nem vagyok jó kőműves, nem értek hozzá. No, de egy autóhoz az azért mindenki értsen már, meg otthon is ciki lenne azt mondani anyának, hogy figyelj, hát ezek konkrétan átbasztak. Ahogy Gaben mondta, ugye az üvegtigrisbe, és nagyon sok ilyen aha, van. Aha. Nagyon sok ilyen van, és nehéz az ilyeneknek azt mondani, hogy figyelj, szerintem nem a legjobb típust választottad erre a célra, vagy nem volt -e elég körültekintő, vagy, vagy valami. Meg, meg valahogy én azt látom így, hogy hogy egy némettel élek házos háztartásba, hogy a magyarok tipikusan egy szemszögből nézik a világot. És akkor azt gondolják, hogy minden más hibás, és aki hibásan gondolja, az hülye. Uh -huh. Tehát ha nem úgy gondolkodik bármiről, mint én, akkor az hülye. Ez, igen, ez Hogy ne lenne meg, persze. Tehát most, most nem csak az autó. Bármi, bármi, bár, telefon. Hogy lett volt, miért Amit adok Tökször a kamera Igen, de én telefonálok vele, nem szoktam kamerát. Vagy ezért, emeletes bármé. házat vettél, nem tudsz majd fölmenni időskorodban az emeletre. De ez a horgászbottól a cornflakesig mindennel így van. Igen, kutyafajtával mindennel. Ó, oh, az, jaj, hát azt, azt a kutyát lakásban megvették. Jó, szét fogja szedni, hát az mozgásigényes. Van egy haverom neki is, ó, oh, a tacskót, hát nem megy fel a lépcsőn. Ez, ez, a, ez, a, ez a Legrosszabbak, akik kombinálják, border collie-t vettél toyota <tos> <tos> És van ez a halmozott mert nem elég, hogy border collie van, hát bőrös kocsiba hordja. De ki előre. mondta a kúcot? Mert volt egy haverom, aki hallott róla, hogy ő Én látott olyat, akinek volt olyan, és ez annyira megvan, hogy... Vagy... És volt neked ilyen? A nekem nem, de neki volt, Vagy és az ő mindig ott mondta. És ezért, ezért gondolom, hogy nekünk, nekünk ezért van egy ilyen előnyünk a, a piac többi szereplőjével szemben, ha még egyáltalán vannak, hogy hogy mi nagyon sok mindent tapasztalatból mondunk. Uh -huh. Nem azért, mert öregek vagyunk, hanem azért, mert ebbe élünk uh -huh. gyerekkorunk óta. Neki volt 70 motorja, 80 autója, én most vettem meg a 77. autómát, voltak motorjaim, mindent csináltunk már, és nem akarok mást mondani, mint amit megértem. Mm. Lehet, hogy... Én 50 ő... alatt vagyok, tiltakozom. 50 alatt vagy még? 50 alatt vagyok. És Pisti, neked mi az eredeti végzettséged? Kélek szépen, én hotelmenedzser vagyok. Van három érettségim, meg egy be nem egyetemem, mert húztam az időt, nem akartam katona lenni. De aztán elég lettél. Nem Még A hotelmenedzser -a, a végzett szakmám, idegenforgalmi, ilyen szakreferens, meg Tudja, a tököm még hmm. mi mindent. Én fél, én tanultam közgazdaságtan, politológiát, kettős könyvelést, gépírást, cégvezetést, men menedzserként dolgoztam elég sokat, brendeket építettünk még Szlovákiában. Újságíró voltam, tördelő, szedő, és benzinkutás, kocsmáros, minden. Életmentő. Nekem, a, nekem az újságírást tanultam, de othattam Nekem ez egy felvett szakma lett, mert én ezt szerettem csinálni mindig. Ezért én annak is definiálom magam, mert nekem ettől az influencer dologtól a fára mászok. Nem, nem akarok én influálni senkit. igen Aki meghallgat, meghallgat, de csinálja mindenki a maga dolgát úgy, hogy gondolja. Ha pont egybeesik azzal, amit én mondok, akkor gól, akkor igen. örülök neki. De Na, én meg jogász vagyok, azt látod, most itt ülök, és izé... jogász, jogász, jogász vagyok, persze, doktor Kovács Andrej. Hát akkor doktor úr. Azt most, azt most, itt ülök, és izé, veletek beszéltek, az... Hogy tud rohadtul nincs semmi közül, az egyetlen, akit a szakmájában dolgozik, a Zsolti. Hát, részben. Né, hát, hát ugye, a részben. hát én, én, nem is másodálás, én hobbiból vagyok a Speedzone-nál. Igen, okay. Aha, neki ez hobbi. És mellette a tribológiai ismereteidet bontakoztatod ki. Nem, hány hát hányébé vagyok KTM-nél? 23. KTM-nél vagy? KTM motorkerékpár. Nagyon jó. Műszaki, mi vette te ott? Milyen Műszaki fontos? vezető vagyok itt, itt, Magyarországon, egyébként meg ugye szerelők képzésével foglalkozom. Mm -hmm. Na szerelők figyelj, akkor egy-két kommentok átéljem neki, jó, adjad át, légy szíved. És van ilyen, és ilyen. van ilyen, igen. és... Van ilyen is. Ezt a narancssárgát, ezt engedjétek már emelni. <coughs> az annyira <coughs> rá, rá mennek a bogarok. <coughs> igen, nem tudom, melyik majom találtak ide, de az volt a ja. hocsó, mi? <tos> de úgy tényleg, hogy még ezt is jobban tudják. De minden. Minden, minden, minden. minden. Kígy, hát most már nem de... a világot éljük, ahol kell az a papír neked, mert nagyon sokszor az emberi kvalitások döntik el, meg az egyéb skillek döntik el, és nem a diploma, hogy te alkalmas Csak látod, vagy a vezet, most mondtad sem? ki, hogy ha te bele vagy kényszerítve abba a pályába, amit a diplomát diktál, akkor te sose leszel benne boldog, mert bele vagy kényszerítve, mert apád azt akarta, hogy orvos vagy vagy is orvost vagy akartak, egy de hamar feladták. Hány... Hát neked is orvos hát, volt. igen, de hát ha azt mondtam, hogy ezt engedjük el, hát nekem ez a kémia dolog, ez nem, nem akarod te, hogy emberekbe turkálja, meg, meg én sem. De hány példát tudunk arra mondani, én magam is, de nyilván mindannyian, hogy nem a szakmájában dolgozik, mégis olyan szintre jutott el abban a általa választott, de nem a szakmája tárgyban, dologban, hogy le a kalappal előtte. és az összes humoristát említeni tudom. Nincs jó, hogy humorista iskola vagy. vagy igen, nincs hogy humorista iskola. képző van, de humorista képző nincs. Igen. Csak igazából ezért vagyunk már az isták, mert mindjárt, mindjártunknak olyan azzal keresi a pénzt, ami, ami emellett ugye élményt is ad. Uh -huh. És ebből a szempontból rohadt vagyunk, te is, meg mi ketten is, mert ezt meg tudjuk teremteni, és tényleg kívánom azoknak, akiknek ez nem jön össze, hogy hogy, hogy összejöjjön, vagy próbálják meg, mert, mert nagyon sokan meg se próbálják, és Igen. Mert meg, sajnos ilyen, ilyenek vagyunk. Meg mindig abba az irányba mennek, ahol ahol, ahol uh, úgy vélik, hogy jó. Például, hogy többet fizetnek. Nem, nem mindig az a jó. Én, én, nem, én váltottam soha. úgy munkahelyet, hogy azt a pénzt kérem, amit, amit itt kapok. Tehát nem úgy váltottam munkahelyet, hogy hú, most többet keresek, akkor oda átmegyek. Egyszer se volt ilyen. Nem, hát az motiv, összes motivációs eszköz közül a pénz áll a legutolsó helyen, a, a munkahelyeken. Tehát, hogy minden mással jobban tudsz motiválni, mint pénzzel. A, a közös időkkel, a pihenőidővel, a, a, ja. az ilyen egyéb jóléti szolgáltatás, minden megelőzi a pénz. Egyéb Ezt jóléti szolgáltatások. Hát kis masszás, irodai masszázs. <síns> csucsóasztal. <síns> a masszás a asztalon, <síns> Hát nektek magyaráz. <síns> Safe space. Save space. Az kell nekünk. A az, space space, space. Meg az én idő, meg a Work Life balansz. A Work Life balansz. Oh, az legyen yes, meg. Oh. Igen. Három ja, dolog meg... fontos az életben: Work Life work, balance. Az Azt az Magyarországon messzire jutsz a Work Life balansz. Meg meg le kell magadba fixálni olyan sarokpontokat, ami ami, ami ez ragaszkod. Igen. Én, én esetemben például biztos, hogy nem fogok olyan, do, olyan helyen dolgozni, ahol. Beléptetőkártya be, van. Jó oh. Jól mondja, jól mondja kollégám. A, a, a beléptetőkártyás munkáj. Nem nem tudnak annyi pénzt, nem tudnak Beléptetőkártya egyenlő gyapott föld, meg hogy ostor. Ez, hogy, hogy, nekem beléptető legyen. Nem. Sos, sose. Nem. Borsulzik a hátam, ezek belép. Már amikor olyan helyre megyünk forgatni, ahol a gyakadban van, inkább zsebre tesz, egy. Hogy... Meg olyan helyen nem akarok lenni, ahol csak az őrnek van beléptető <síns> Istenben, csak másnak de, van de, kulcsa de, a de, helyhez. De, de, de ugye ez se azért van, mert én kevesebbet dolgozom, és akkor ott látják majd, uh -huh. hogy a belépés, meg a képzés. Uh -huh. nem. Én, hogyha nekem lenne egy ilyen elméleti kártyám, és ha én munkaidőmet néznék, akkor az több lenne, mint mi 8 mi óra. Mi fog lejönni, ha ez megjelenik? Azt mondta Göbös, hogy mindenki tudál aki ilyen helyen dolgozik. Nem, nem, de nem ezt mondtuk. Uh -huh. Mindenkinek csak más a preferenciája. Igen, mindenkinek más való. Csak mi nem szerettük ezt a, ezt, a, ezt a helyet. És, igen, és az, amit mondtál, hogy ha összeadjuk, többet dolgozol így, mint hogyha reggel kilenckor lecsipantod és délután. Uh, egy egy, és... Ez egy állandó konfliktus volt, meg ez mindig előjött a, a, a házasságomban előtte, hogy, hogy házszor mondtam, azt mondtam, figyelj, édesem, neked egy könyvelő kell, vagy egyszerűen, a kiesik négykor a kezéből a kulcs, az egy olyan az, az én munkám ez nem ilyen. Ez nem is volt ilyen, akkor semmikor megismertél, most se ilyen, még nem is lesz ilyen. Uh -huh. Ezt el kell fogadni. Én, én, én mi ezt. De nekem a, a feleségem, az mindig azt mondja, hogy hát ehhez mentem hozzá. Ez tehát van, az ez első, legelső pillanattól tudta, hogy ez van. Már így ismerkedtünk meg, hogy szentlapos voltam. Tehát egy percig nem volt zsákba macska, hogy igen a helyzet. Az, van olyan, hogy otthon vagyok ketszer, de aztán van olyan, hogy szombat vasárnap meló van. Nekem nem mond. De tudod, Nekem is jó. tripla korvinok itt bent Ö. szombaton, tehát bejövök ide délre és este tízkor megyek. És, és akkor a szombaton apa nincs otthon, nem, nem megy el a vadászparkba, nem játszik a gyerekkel, nem legózunk, nem játszunk a playstation nem megyünk ki. Mas a um papinha é Igen, de cserébe, meg amikor ott vagy, akkor meg akkor meg tök jó. Tehát, hogy most szegény fiam felhívott uh, tegnap, teljesen. Szegény csalódva. Fiam, Igen, 12 éves, és tegnap nem is. Nem Igen léptem is. fel, de elmentünk vacsorázni, tehát itt családi program, feleségem. Igen. És vacsoráztunk, és felhívott a gyerek, hogy most ért haza tök fáradtan, és nem vagyunk itthon, és sose vagyunk itthon. És becsüljük meg, hogy még hiányzunk neki, mert aztán megszokja, és már nem fogunk hiányozni. Csak és és szívvel nem, nem esett úgy a falat utána, tudod. De zseniálisan csináltál, azért, azért ahol lelátok rúgat Igen. rendesen. Ügyesen behúztam. De jó, 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 Igen. jó, ez jó duba. És neked is 12 éve? 12, a fiam 10 a lányom. És én most, hogy külön élek tőlük már egy ideje, ezért, ezért egyre drágább lett, meg egyre felértékelődik ez a közösen eltöltött idő, de hát próbálom is azért folyamatosan lógunk együtt, meg próbálom emlékezetesebbé tenni, hogy, 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 emlékeik legyenek. Mindig valamit bütykölünk, csinálunk, megyünk valahova. Meg aztán van ha nem gyerekes bulim, akkor mi magadnak adod meg. Olyan is Ó, útlákkal. olyanból nekem nem nagyon volt részem az utóbbi időben. De van, azt úgy hívjuk, hogy turné. Azt úgy hívjuk, hogy turné, hogy hát úgy lett megint összeszervezve sajnos, hogy de, de, de muszáj, muszáj ott aludni, most legutóbb, legutóbb Győr -Pécs. <hállt> 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 és a, Már ott voltam győrben este, és akkor esett le a feleségemnek, hogy te figyelj már, hogy te Györből mész Pécsre, és nem jössz haza, mert pont tud más, Igen, Há, rohanás, akar. mert pakolni így, kell. Igen, így jött ki, és Szabó Balázs Máté és ácsfusi kollégáink, tatán léptek fel aznap, és még ők is lejöttek győrbe, úgy, ők másnap sehol nem léptek fel. Nekünk is van én ide. Van az ott alvós forgatás. Á, az ott alvós. Meg lehetett volna egy hogy hazajövünk, és másnap visszamegyünk, de ah, már jobb az a totál, hogy kitett, kiültünk a légpuskákkal, befröccsöztünk ott. Alapvetően nem is lehet nagyon elhajolni este, mert másnap azért munka van. Tehát azért Hát ha nincs, akkor el lehet. Meg, meg... Volt rá példa. Meg ami, amit most talán ellen mondok az előzőnek, azért ez is munka. Mi szeretjük ezt csinálni, mm. de ez munka. Tehát ott figyelni kell, emlékezni a számokra, tudni, miről beszélni, nagyjából összerakni a struktúrát, hogy most miről kezdesz el beszélni, honnan, hova jutsz, közben mm. mit mondasz el. Ez, a, ez, a, ez az otthalvós forgatás. Mm -hmm. Van, amikor elmegyünk pihenni, meg nyaralni, meg hétvégére, ez igen, jó az igen. a lakóbuszos sztori, mert ott áll mindig, ah, menjünk, ugorjunk Ti a lakóbusz. alakóbusz? Aha. Milyen lakóbusz? Hát nekem egy t 4 az oh. most épül, volt egy Ducatom, Zsoltinak van kettő, neked is van a kocka Ducatom. Egy a... régi kocka Ducato, meg egy, egy Citroën Jumperből a... épített. És pont ez benne a jó, és tényleg ezt én mindenkinek tudom javasolni, mert jobb lesz tőle az életed, ott van megpakolva, benne van minden, gondolsz egyet, ah, jó lenne most, menjünk le tiszár, üljünk be, menjünk. És igazából ennyi. Ez elhatározás. Nekem nem esélyen senki, hogy mert azt úgy kell összeszervezed meg, ne, nekem ne. Jó, figyelj, én, én két gyerekem van, feleségem volt, ezért pontosan tudom, hogy nem annyi, hogy beülsz, azt menjünk hozni kell egy férfias döntést, Igen. és oda kell menni, és jó lesz. És ez, erre már rájöttünk, fia, annyit mondtam a Zsoltának, tudod, mit szeretnék 70 évesen? Ülni az eresz azt nézni, ahogy csöpög a csatornából a, a deszkájára az eső, szopogatni a fröccsömet. Nekem az a béke, nekem az a zen. Nem kell sok, ez kell egy eresz, egy kút, meg egy eső. Ne, de igazából nem kell, hogy ez, amikor pihensz, uh -huh. hogy pihensz meg? De bírná, bírná, de szerintem három napig, három napig bírnád. Nem? Tudunk, órákon tudunk ülni kint vele a tóparton, feltett labbal beszélgetni, így néha lenyúlni a fröccs, és nézni, hogy uh -huh. Az egy annyi szép dolog van körülötted, amit nem veszel már észre. Az egyik, egyik legnagyobb baja az embereknek, és nekem is ez volt. Én, én ilyen kúrán vagyok. Most épülök ebből ki az elmúlt 9 évben, hogy, hogy túl gondolod. Én még azt is túl gondolom, hogy túl gondolom. -e. De tényleg annyit gondolkodom azon, hogy túl gondolom-e. Hogy... Ne, ne tegyünk fel dolgot, mi lesz, mi lesz, ha, ha, mert, mert végtelen számú dolgot ki tudunk találni, hogy mi lesz ma mi lesz, ha ez megtörténik. És ha mi kitalálunk ennyit, akkor végtelen időt el tudunk arra cseszni, hogy azon agyadunk, hogy mi lesz, ha ami még nincs. Tehát most egy életünk van, és viszonylag rövid most jelenleg úgy tűnik. Igen, nektek, nektek, nektek már egy kicsit kevesebb van, mint nekem így ránézésre. Na, ezt az időt, ezt ne azzal, ne azzal csesszük el, hogy feltételezünk rossz dolgokat, és a rossz dolgokat. De ehhez fordulni kellett nagyot. Uh -huh. Nagyon, 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 nagyon. És mind, mind a ketten fordultunk nagyot. Fordultunk nagyot. Fú. De mert rájöttünk, hogy, hogy igazából ennyi. És amikor olyan emberekkel veszed körbe magad, akik erre rájöttek, mind a a Zsolt is, nagyon régen ismerjük már egymást, de nem tudjuk, hogy hogy, meg hogyan, meg hol. Múltkor kérdeztem, hogy mikor találkoztunk először, és nincs meg. Lehet, hogy 1413-ban Skóciában legyen egy, egy, egy Lakó Nagyjából történet. Történet. Be, be tudjuk, lőni ilyen 2006 7 Valahogy úgy, de hogy, de hogy tök jó, egy hullámoszon vagyunk, így fél szavakból megértjük egymást, meg tudod mi a legjobb, hogy nem érzed azt, hogy kényszeresen beszélgetni kell. A fia van úgy, hogy ott a légpuskákkal, csak annyit szólunk egymáshoz, hogy most a fröccsöt kiosztad, vagy valami, és Lőjünk, és tudod, oh, ó, meg belőtte. Jó, én is belő. Nem, nem, így, így megyünk sorba a, 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 a szabvány lőlapon, mm -hmm. és akkor tudod, lő, lő, bazd meg. Akkor az azt jelenti, hogy ezt tovább. jó, eltaláltad, megyünk tovább, tudod. És akkor csak így. Múltkor éppen ezen rögtem, hogyha valaki így felvenné ezt, amit mi ott csinálunk, hogy hogy mi jön neki. Töltesz? Töltök. Mert? Ne lögdöst. Várjál. Le, a szél. 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 Tudod, és... tudod de valami mellé egy nagyon szél volt. De nincs is szél, majd lesz. Igen, menjünk valahova. Ráérsz, menjünk, jó, szóval tudod, amikor, akkor nem kell szerepet játszani, Aha. meg tényleg. Igen, én tudom, hogy jó humora van. Meg, 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 kurva jó táncol, főleg ha iszik, véged van. Annyira megvannak a standardek. Zsolti egy kilépőt, és ma látod, hogy már, má, má nem kell neki, mert már merev lábbal megy, de tudod, hogy azt fogja mondani, no jó, még akkor egyet, és akkor ott. Táncol Zsolti, ha iszol. Fél második nevem Fred Aszter. Abszolút. A, ahogy tánya szoktam mondani, nem nagyon vagyok egy a ritmussal, de, de, ha, de ha iszol, ezt nem érzed. Akkor van egy ilyen fázis eltolás, Igen. hogy te úgy érzed, hogy nagyon-nagyon ott vagy. Én van. Nem tudok, énekelek. de merek, ahogy ezt a Viki barátunk mondta. No. Esetleg megnézed magad egy videón, és azt mondod, azt a kutya fáját, oh. de, de durva de volt. ott, élőben, de, azt ott gondolod, hogy a rojdlá. A, 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 a Jacko, Én pont ezt tapasztalom meg, hogy picit iszom, figyelj, én pletykálok. táncolok, táncolok, táncolok meg látom a színeket, meg az anyagokat, a ruhák anyagait, és én rájöttem, hogy én tulajdonképpen nőre iszom egy magam. Nő. Tehát, hogy én nőre iszom egy magam. Nő, nő. Van mindenkihez egy kedves szavam, tudod, barátkod, udvarolok a feleségének, és én is azt gondolom, hogy de hát hát látszik, hát nem látszik, és akkor másnap nézek vissza a videókat. Egy, 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 de hát, és egy, egy. akkor mi van? Mi, mi el tudjuk egymást fogadni. De figyelj, pont tudom, miről beszélsz, mert én meg azt szoktam mondani, hogy ha ah, iszok, mindenkit szeretek. Mm. Tudod? És akkor el kell tenni a telefon, mert írok embereknek. Oh. tudod. Oh. Oh. És akkor tudod, másnap reggel nézem, uh, kár volt. Oh. Magunkon is, meg másokon is sokat röhögünk. É, és az egyik legjobb, amikor saját magadon tudsz röhögni. Tehát ah. az az ön, ön ironia, meg ez nagyon jó. Értem. És olyan volt már veletek, hogy hogy taknyoltok egy irgalmatlan nagyot a jégen, úgyhogy kicsúszik a lábatok, egyszerre van a levegőbe, minden végtagotok, dobtok egy rettenetes hátast, gecire fáj, és fekszel is röhögsz. Ezt nem tudod képzelni, hogy ez kintre mennyire szarul néz, Ezt nem hiszem el, És te vagy, az első, aki röhögsz volt, Volt már nem, egyszer. az mindent a személyiségről, hogy mi az első, mikor dob egy ilyen hátast, hogy a káromkodás után röhögsz. Tehát akkor a hogy azt nem, hiszem el, és maga röhögött, hogy azok, hogy tudtam így mert rollered. Van egy olyan képem, hogy itt a hátam olyan, hogy totál véralelfutásos lett. Egy lánctálpas átmet volt. átfordulást csináltam rollerrel, de ilyen lábbal lökős, ezért rollerrel. Rendes hagyományos rollerre. Klasszik. És nagy nagyon, nagy röhögtél utána? <laughs> Igen. <laughs> Igen, mindannyian röhögtünk, én onnan tudtam, hogy azért nem olyan nagy a baj, mert ők is röhögtek, mert tudom, amikor mit tűző, motorozni megyünk, és akkor valaki esik, és mindenki komoly, akkor látni lehet, hogy ott nagy, baj. De itt, a itt, a itt mindenki röhögött, de nagyon fájt, már akkor is, másnap meg alig bírtam megmozdulni. Akkor változik meg az életed, amikor megtanulod megcsinálni az én időmet magadnak. Onnantól kezdesz el úgymond uh -huh. élni, meg akkor kezded el élvezni azt, amit van. Nekem uh -huh. 40 évig tartott, én pusztultam bele a melóba, hajtottam minden oké, okay. volt úgy, hogy néhány nagyon szétcsaptam magam, uh -huh. így vagy úgy, ez most ennek már egy ideje vége van, de úgy nagyjából akkor 40 éves koromra jutottam el oda, hogy leépítettem úgy azt a hatalmas hold udvart, ami körbevet, hogy csak, a, csak azokat tartom meg, akik, uh -huh. tartottam meg, akik, akik ahhoz és erőszakkal megtaláltam az én időmet. Nem veszem fel a telefont, szabadságom, ök nem mert kell. Uh -huh. És onnantól kezdve lett jobb. Onnantól Igen. kezdve kezdtük el, nyílt ki a világ, jártunk mindenhová, lettek baráti társaságok, barátok. Igen, ez a vicc, hogy, hogy, hogy amikor a többiek már megbecsülnek, akkor jön az, hogy most már ideje van neked is megbecsülni saját magadat. És onnantól leszel köcsög a többiek szemébe, akiket esetleg eddig felhívta, vagy felhívhattak, most meg nem veszed fel a telefont, mert tudod, hogy mit akar, és figyelj, most, most erre nem, ne. Uh -huh. Neki bármikor fölveszem a telefont például, uh -huh. mert tudom, hogy nem, mert tudja, hogy mibe vagyok, meg mi az itt, hogy nem fogja ezt És most hány éves vagy, Pisti? 43. 43. Na hát akkor három éve. Ja, három éve uh, világosodtam éves meg, éves meg, éves meg tulajdonképpen, igen. Én azt mondom, nekem akkor, akkor jött a megvilágosodás, amikor nem minden reggel úgy ébredtem fel, hogy na, ma miben legyek a legjobb? Tudod, ez, ez amikor mindig maximumot akarsz adni. Miben legyek még a legjobb? Amikor el tudod fogadni azt, hogy ebben nem te vagy a legjobb, messze nem, de már nem érdekel. Amikor nem akarod visszatérve a kommentelők őrületére, nem akarod bebizonyítani a kommentelőnek, hogy te ezt úgyis jobban tudod. És, és, és nem akarsz a kosár csapatban már a legjobb játékos lenni, nem, nem akarsz a bringa versenyen legelő menni végig, meg, meg, és, ezt, és ezt nem azért nem akarsz, mert már úgyse tudná, hanem mert már nincs is rá belső igényed és el tudok menni úgy kosárlabdázni, múltkor is hazajöttem, és mondtam a tájának, nem lehet holnapra nem tudok lábra állni, mert két olyan csávóval voltam egy csapatban, akik úgy futottak, mint a nyulak, én magam a seggemen is vettem a levegőt, mert, mert tehát a 30 évvel ezelőtt ment volna még faszán, de most már nem. És, és de már nem úgy mentem az, hogy soha többet nem megyek, hanem az, ez volt, jó, tök jó de volt akkor azt kell mondani, hogy az előbb meg, hogy jó, jó, de akkor már üljünk le kék <laughs> <inni, azt gül> már abban, de jobb vagyok. mennyi vagy most, Zsolti, ezt meg szólt 52. 52. Azért valami, valamiben jobbak vagyunk, mint bárki más, szóval. Azért ez nyugtat minket. Uh -huh. Egyre kevesebb, de abban viszont sokkal Igen. jobbak. Igen, de pont most beszélgettem egy egyetemi oktató ismerősömmel, aki 40-es évei közepén jár, és azt mondja, hogy annyira más, hogy tart most egy konferencián előadást. Mint 20 mint évesen. Mert, mert bölcsültél. Igen, mert akkor próbált mindenkit lenyűgözni a tudásával, az adatokkal, azzal, most hogy. Most az, hogy sietnek, ez úgy van, hogy. Igen. És most kiveszi a lényeget, és elmondja. Erről aztán beszéltem mondanak. már, ő sem úgy kell fel reggel, hogy ma miben legyek a legjobb. Ugyan. Elmondott, Elmondod, figyelj, ez úgy van, és ez nem az, nem az mondatja velem, hogy most én nadzolni akarok, hanem azért, mert én ma annan visszajöttem, ahova te most mész, és hidd el, hogy így lesz, és ugyanebben a csapdába fogsz belesétálni igen. ezzel az egész szel. Hát hölgyem és uraim, két hisztát. láttunk a vendégük, két oktán sajnál. Ja, és még nem is, nem is mondtuk a sztorikat, amiket mondta, igen. hogy mondjuk igen. magunkról a sztorikat, hogy elhiszed-e a... vagy nem. Ússzunk rá, mert aztán menni kell a gyerekekért nekem, az én gyerekeim, nekem kell menni, nem nektek, ne jegyetek is. Kicsit meg összerezzentem. Összerezzentem kicsit. vezetni. Ó, hát az a baj, hogy nekünk van, vannak sztoriák, mert mondtad, hogy hozzunk három olyan sztorit, amit vagy elhiszel, vagy nem. Most írd és mond, ugye szeretjük mind a ketten a fröccsöt, és a Monori Fröccs szombaton megittunk 13 üveg kékfedelest, ami igazából, csak mi neveztük el így, de azóta már így keresik a, náluk is. Mi, mi volt az? Az rozé volt? Vagy mi volt? Nem, 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 nem. Az, az egy fehér bor volt. 13 Aszal. üveggel megittunk ketten. fröcsnek. fröcsnek. Vagy már a végén hozzá tisztán, jó lesz Már -má végére az, nem, nem emlékszem. És a egy operett énekesnő vitt haza minket az autójával, és akkor ott volt az, hogy letörtem először az Alternát a vintage autódról, utána leháltam a fehér brezolis falat, amit megpróbáltál eltakarítani, de ezért csak rontotta a helyzetet. Igen, plusz, plusz, a plusz még a cech a borér. Ezt akartam egyik mondatnak, hogy szerinted volt-e olyan, hogy a veterán autómat éjszaka megrongálta? De hát akkor ezek szerint ez volt, de akkor hogy nem perongát meg, hanem 13 üveg két És, tényleg megittunk etten 13 üveg bort. Jó, de frös neki más, mert hidratálsz mellé. Egyrészt, másrészt meg ez azért így időintervallumban elég. Közben volt egy szandi koncert. Elnyújt. Szandi koncert. Ott a Békésen is és egyszer csak kitör egy szandi koncert. Konkrétan. Elhangzik a tínézser lamúr, és kikérsz. Mi szeretjük ezeket a rendezvényeket, mert addig hogy olyan a kataton állapotban kerész, hogy, hogy már örülsz nekem, hogy jó, azt én azt ismerem, Idézsen lavúrva meg. Joklovics Peti elment hétvégére, a családjával visszavonult a Mátrába, és a svéd asztalos evédet fogyasztották, amikor váratlanul egy Zoltán Erika koncert tört Figye, élete élménye volt. <t> <t> igen, igen, és Hörbi DJ-zett. -e. <t> <t> <Figyelj, t> Mindent a maga, maga helyén kell kezelni. <t> e, profi tud lenni ez is. Az ilyen, mi tudunk ennek hát én, én azt soha nem jutottunk el együtt komárlaci koncertre. Mindeket oh. hatalmas egy komárlaci rajongó. Meg én voltam is koncerten, csak akkor nem volt ott a pista. Együtt nem. Én voltam Komárlaci koncerten. Fölöltjük a Komárlaci számokat Fjell. éjszaka az autóban együtt. Legnagyobb volt, legnagyobb volt, visszataps fesztiválon lement a műsor, és három lépést elment balra, és már balagott is vissza a mikrofonhoz, és azt mondta, hogy gyerekek, az én koromban az ember már nem rohangál le fel a színpadról, mondjuk úgy, hogy ez a visszataps, és már is. a nem És milyen vintage autód volt, bocsánat? Melyikről törtem le a lámpát? Hát a Karmánról. A Volkswagen Kármán? Meghozzá ez egy lakóbusz volt. Egy, karmán Kármán felépítményű Volkswagen előtti lakóbusz volt. Valami meg akart kapaszkodni, csak az a gyári antennája volt. És nyílt be, ezt így letörtem, oh, vizet, ezt valamidő letörtem. De legalább leváltam a falat le, is. Tedd le tedd, le, tedd le. De ez még abban az időben volt, amikor adtunk a Pistának egy kulcsot a kerti kapuhoz, hogy amikor eljár, jöjjön be. Tehát az még nagyon sok. De az egyik ilyen éjszaka volt, de most lelőttem ezzel a poént, mert ez tényleg megtörtént, hogy, tényleg. hogy a, a tánya rakott be zenéket, és így a bluetooth hangszoron, és amikor így megszólalt a zene, akkor így a Pista bemond, bemondta, hogy John Lennon, meg a címet is, vagy akármi, Suzy and Vanshees, és akkor ez kialakult egy ilyen verseny. Ki mondja be előbb a, a, a szám az címét, vagy az előadót, ki mondja be hamarabb. Elvis costello <coughs> Igen, igen. De ez egy elég <coughs> lassú verseny, mert utána még miért kell hallgatni a számot. végig, mert lépett tovább, lépett tovább a tánya ja. és, és vagyunk. És ebbe. hajnalig ment ez az egész úgy, hogy már végén félmeztelen álltuk a konyhába, oh, és, és, tudod így, így, így hallani, hogy ő, ő, is csinált diszkót, én is csináltam diszkót annak idején, eszméletlen lemezgyűjteményem Vígy, volt, most is de. van több mint 300 magnó kazettám, meg, meg Gondolj bele, hogy é, a, a Komár a játékos című lemezt e, adtam neki egy pár éve a, jándé... a jándékba, és most tavaly, kaptam tőle Komár Lacitól a játékos című lemez, the player, amikor egy biliárd fölött van Aha. a fehér zakóba, megkapta úgyhogy neki is van egy Kovár Laci, a játékos. De nem, azt, nem az ugyanazt adta vissza? Nem, 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 ugyanazt. Leves. Ez egy másik lemez, mert tudta, hogy én szeretem azt a lemez, de neki adtam, mert őt jobban szeretem, mint a és most szerzett ő is nekem egyet, úgyhogy mind a kettő. Hát ez az igazi barátság. Gyerekek. Gyerekek. Köszönjük, mert hogy gyerekek. Ha eljönnek a tornacipős fiúk. Ha eljönnek a tornacipős. Újra nagy lesz azt azt itt a hangulat, hangulat és látja mind velünk mulat. Így legyen. Ennél jó Ez volt Kovács András Péter barátság podcastja a Kapod. Ha tetszett, iratkozz fel, értékeld, és főleg beszélj róla a barátaidnak. Találkozunk egy hét múlva, szia!